Az Európai Bizottság másfél év után jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet. Ez 5,8 milliárd euró, azaz mintegy 2300 milliárd forint visszatérítendő támogatás felhasználását teszi lehetővé Magyarország számára. A testület viszont fenntartja további 7,5 milliárd euró zárolását. Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa hangsúlyozta, a testület azzal a feltétellel tudja támogatni a magyar terv elfogadását, amennyiben Magyarország teljesíti a jogállamisági mérföldköveket. A helyreállítási tervnek megvalósítása esetén pozitív változást kell hozni a Magyarországon, munkahelyeket kell teremtenie, növekednie, befogadóbbá és ellenállóbbá kell tennie a magyar gazdaságot az elkövetkezendő években. Erősíti Magyarország gazdasági, társadalmi és intézményi ellenálló képességét, és zöldebb és digitálisabb útra teszi azt. Most kapcsolunk Brüsszelbe Maracka Eszterhez. Szervusz Eszter, azt már tudjuk tehát, hogy a bizottság támogatja hazánk helyreállítási tervét. Az előzetesen kiszivárgott hírek viszont felemás döntést vetítettek előre. Mi a hivatalos álláspont? Jó napot kívánok! Tulajdonképpen az a hivatalos álláspont, ami előzetesen kiszivárgott, tehát, hogy egyrészt az Európai Bizottság támogatja a magyar helyreállítási tervet, másrészt viszont fenntartja továbbra is az úgynevezett kondicionalitási eljárást Magyarország ellen. Beszéljünk tulajdonképpen először erről. Itt Magyarország vállalta 17 reformintézkedés végrehajtását, és az Európai Bizottság tulajdonképpen ezeket értékelte. A bizottság értékelése szerint Magyarország ezeket nem hajtotta végre maradéktalanul, ezért folytatódik az eljárás. Johannes Hahn költségvetési biztos azonban elmondta, hogy Magyarország jó irányba mozdult ezekkel a reformlépésekkel, és ezeknek a többségét meg is tette. Az Európai Bizottság kifogásai legfőképpen az integritás hatósággal kapcsolatosak, például, hogy nem vizsgálhatná az ügyészség által elutasított ügyeket, a vagyonnyilatkozatokat, illetve nem tartják elfogadhatónak egyes projektek kivonását az uniós közbeszélésekből. És akkor néhány mondat a helyreállítási alapról, amit ezzel szemben elfogadott a bizottság, és ez egy nagyon fontos lépés, hiszen hogyha évvégéig nem születne ebben megállapodás, akkor a források több mint 70%-át elveszíteni Magyarország. Ennek a veszélye jelen pillanatban lényegében a minimálisra csökkent. Azt mondták az Európai Bizottságban, hogy Magyarország stabil reformprogramot nyújtott be, amely jelentősen javítja a magyar gazdaság helyzetét. 50%-a a csomagnak klímabarát intézkedéseket takar, 30% pedig digitalizációs lépéseket, például az oktatásban. Ez azonban nem jelenti azt, hogyha megszületik a megállapodás, hogy Magyarország azonnal lehívhatja a pénzeket, meg kell még felelni 27 szuperfeltételnek, például 4-nek az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban. Ezek után viszont mikorra várhatóak Magyarországra, hogy megérkezzenek ezek a források? Most ott tartunk, hogy megszületett a javaslat, erről a pénzügyminiszterek szavaznak majd az ECOFIN tanácsban, várhatóan december 12-én, csak úgy, mint a reformprogramról és a kondicionalitási eljárásról. Többségi döntés születik, az a várakozás, hogy a miniszterek jóvá fogják hagyni a bizottság javaslatát. A következő lépésben az Európai Bizottság ellenőrzi majd a vállalások végrehajtását. Magyarország azt vállalta, hogy az igazságszolgáltatás reformját március 31-ig hajtja végre. Hogyha ez megtörténik, és a bizottság elfogadhatónak tartja, akkor jöhetnek majd a pénzek, de ahogy fogalmaztak, ezután is szorosan figyelemmel kísérik majd, hogy mi történik Magyarországon. Barack Eszternek Brüsszelből köszönjük szépen!